Sziasztok, Matilda vagyok, és úgy nézek ki, mint aki vasárnap reggel kelt ki az ágyból, akkor az azért van, mert vasárnap reggel van, és most keltem ki az ágyból, de azért, mert megláttam, hogy kijött a Percy Jackson sorozathoz, a készülő sorozathoz egy teaser trailer. Tehát ezt most meg kell néznem, és addig nem akartam megnézni, amíg nem tudom setupolni a kamerát, mert az fel kell venni, úgyhogy igen, ez lesz most a videó témája. Eddig még csak a borítóképét láttam a trailernek, és már az is nagyon jól néz ki, úgyhogy nem tudom, mit mondhatnék el, majd utána beszélek róla még. Na, jó, gyorsan kitaláltam, hogyan is kell használni ezt a programot, amit találtam magamnak, úgyhogy picit állítok a kamerát. Most már tényleg nézem. Look. I didn't want to be a half-blood. Being a half-blood is dangerous. It's scary. Most of the time, it gets you killed. If you think you might be one of us, my advice is turn away while you still can. Believe whatever lie your mom or dad told you about your birth. Try to live a normal life. Because once you know what you are, they'll sense it too. And they'll come for you. Don't say I didn't warn you. Okay. Hú. Na jó. Nagyon jól néz ki ez a trailer. Nagyon, nem sokat mutat nyilván, de atya világ, úristen, nagyon tetszik, hogy konkrétan a könyv elején jövő bevezető szöveget végigmondja Walker Scobell az elején, és nagyon durván jó hangulatot csináltak meg ebbe a trailerbe. Tök jó, hogy láttunk ilyen kis betekintést abból, hogy hogyan fog kinézni a fölvértábor, nagyon tetszik, hogy most a kabinokat normálisan fogjuk látni. Mert ugye a filmekben az így annyira nem. Igazából Percynek láttuk a kis házikóját, aztán az úgy annyi volt. Én most... ez nagyon jó volt. Atya világ. Ez nekem nagyon bejött. Hú, most... Én tudtam, hogy jó érzésem van ezzel a sorozattal kapcsolatban, és amúgy tök jól néz ki. Ja, itt is szerintem kb. Annyit láthattunk, hogy Percyről kiderült, hogy ugye Poseidonnak a gyermeke, és akkor így szép lassan besétált a kis bungalójába, ami ugye a Poseidon bungaló, ahol senki nem lakik, és ugye mindenki nézte. Atyavilág. Ezt most megnézem még egyszer. Mert ez túl jó volt. Okay, az a csaj, az Clarice, nem Annabeth. Most így a haját jobban megnéztem, és azon látszódik, hogy ő Clarice, úgyhogy az valószínűleg az a jelenet, amikor ugye kiprovokálja Percyből a dolgokat. Nagyon tetszik, ahogy kinéz a félvértábor. Atom jól néz ki. Nagyon tetszik a hangulat ennek a trailernek, úgyhogy én nagyon izgatott vagyok, látunk közben a kamerám fölött a... Miért csinálod ezt? Eddig nem volt ezzel bajod? Igen, szóval én most nagyon izgatott lettem. A sorozat miatt hagyjuk inkább a kamerámnak az állványát, jó? Igen, nagyon jól néz ki, nagyon tetszik. Egy release date-ot adhatnának. Nagyon izgatott lettem most ettől. Nagyon tetszik. Egész nap ezt fogom repeaten nézni, úristen. Úgyhogy remélem ezt az elejét benne tartják majd a sorozatban, és nem csak a trailerhez vették föl, ez engem nagyon zavar. Szóval, nagyon jól néz ki, nagyon jól adja az atmoszféráját szerintem, tehát most van egy egész különleges atmoszférája. Nagyon tetszik, ahogy tényleg kinéz a felvértábor. Főleg, hogy ugye valószínűleg azért is ilyen sötét, mert ugye amikor a Capture the Flag-es jelenet volt a könyvben, az ugye este játszódott, tehát nem tudom, hogy mennyire lesz ilyen sötét, moody az egész, de nagyon tetszett most ebben a trailerben az az egész, nyilván ugye felvezeti azt, hogy hát azért annyira nem jó felvernek lenni, ugye, hogy Percynek ez a bevezető szövege is van. Tetszik a Poseidon kabin. Nagyon tetszik ez a mohás kis tópart, ami ott van a... vagy az lehet, hogy a kis patak
part az erdőben, most bár mondjuk ott voltak a kabinok, úgyhogy nem, úgyhogy tök jó, hogy minden kabin máshogy is fog kinézni. Mondhatnám, hogy jók a jelmezek, de hát nyilván ugye a tábori póló plusz a kis páncélok azok megvoltak azért a filmek, jól néznek ki. Szerintem Walker Scobell hangja illik Percyhez. Megtartották a haját. Ha jól láttam, ugye? Igen, megtartották a haját. De én egyébként szerintem azt már mondtam, hogy nekem igazából ezzel nem lesz problémám, hogyha most lesz egy szőke piercing. És egy nem szőke Annabeth-ünk, tehát én nem fogok ezen rácsapni az asztalra, mert nagyon tetszik a trailer. Egyrészt csak most gondolkodtam már rajta, hogy megtartották-e a haját, hogy egy első ránézésre nagyon-nagyon tetszik. És érzem, hogy nagyon-nagyon jó lesz. Úgyhogy alig várom, hogy kapjunk egy rendes trailert, egy release date-et, mi az magyarul, egy dátumot hozzá, amikor elindul majd a sorozat Disney Plus-on. És több színészt, mert igen, tehát azóta több színész bejelentésem volt, amióta a legutóbbi videót csináltam, de úristen, az annyira jól néz ki. Szerintem nagyon jó lesz. Nagyon tetszett ez a teaser trailer, úgyhogy én most megint, tehát továbbra is bizakodó vagyok ezzel az egésszel kapcsolatban. Kommentben írjátok meg, hogy ti mit gondoltatok a teaserről. Kíváncsi vagyok a véleményetekre. Boldog vasárnap reggel mindenkinek! Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomtok egy like gombot és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal. Addig megyek és kiakadok, hogy milyen nagyon jól néz ki ez a trailer.